A balatoni főszezonban tavalyhoz képest nagyjából 29%-os volt az utasszám növekedés. Még a járvány előtti utolsó évet, a 2019-es esztendő forgalmát is meghaladta a MÁV a magyar tengernél. Keszthelyen is az a tendencia látszik, mint a Balaton egésze kapcsán. Már most látszik, hogy többen utaztak Keszthelyre, mint 2019-ben egész évben. 2019-ben egész évben körülbelül 305 000-en választották Keszthelyt induló vagy érkező állomásként. Már az idei évben augusztusig bezárólag 322 000-en utaztak Keszthely érintettségében bármilyen útirányon. A legtöbb utas augusztusban volt Keszthelyen, csak ebben a hónapban meghaladta a 70 000-et a létszám. Az elő- és főszezonban több mint 2,7 millióan utaztak vonattal a tóhoz, vagy onnan, illetve a balatoni állomások között. A jegyek többségét, 1,3 millió darabot már a MÁV alkalmazásban és a megújult Elvira felületén vásárolták meg az utasok. Az online felületek mellett automatákból is szívesen váltottak jegyet az utasok. A vasúttársaság a nyári szezon elején több balatonparti állomásra telepített ilyen berendezéseket. A készülékek száma a térségben így már 37-re nőtt. A főszezonban a Balatont érintő utazásokra szóló jegyekből 510 000-et már automatákból váltottak meg. Ez csaknem háromszoros növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. A balatoni főszezon elmúltával szeptember 12-től már kevesebb vonat közlekedik a tóparti vasútvonalakon. A magyar tenger térsége a strandidőszakon kívül is egyre kedveltebb turisztikai célpont, ezért az év többi részében is ütemes menetrenddel, a nyárinál ugyan kevesebb járattal érhető el a Balaton.